Guten Abend, meine Damen und Herren! Mint láthatjátok, ismét német söreink vannak hosszú idő után, viszont nem akármilyenek. Ezek Baden-Württembergből származnak. Ádám, jó voltából? Sziasztok! És Timi fogja őket kitölteni. Sziasztok! És van egy újoncunk, Klimi, aki még nem járt nálunk a műsorban. Sziasztok, én beugró emberként jöttem. De szereted a sört, állítólag. Szoktam. De rám mondanám magam, szakért. Na, hát nem baj az, viszont ezeket most a te segítségeddel fogjuk megismergetni. 10 darab Baden-Württembergből származó sörünk van, megpróbálom őket felolvasni 13 év német nyelvtanulás után. Berg Original Hell, Gold Ochsen Original, Heubacher Altfels Pilsner, Nathheimer Speciál, Roadhouse Pils Tannenzäpfle, na jó, ezt sokkal szebben mondtam korábban, Roadhouse Pils Tannenzäpfle, Schwabenreuth das Helle, Stuttgarter Hofbräu Pilsner, Wasseralfinger Pils, Wasseralfinger Speziál und Wullebiere Vollbier Hell. Kezdjük azzal, hogy hol is van Baden-Württemberg, mit érdemes róla tudni, Ádám? Hát, ez egy német tartomány, kevésbé ismert, mint Bajorország, de Dél-Németországban található ez is, és hát a német sörök többsége, amit itt ismerünk, az bajor, ők viszont nem bajorok, úgyhogy ez a mai különlegesség. Ízvilágukat tekintve mire lehet számítani? Erre! Vasas! Hajrá, vasas! Van benne valami. Hát Balatonon voltunk, Balatonföldváron, és ott azért rájárogattunk a készletre, amiket Ádám hozott, ő ugyanis májusban kiköltözött Baden-Württembergbe, és hát ott volt szerencsénk egy-kettőt megkóstolni, és hát éreztük ezt a németes vasas ízt egy-kettőben, úgyhogy ezért nem véletlen a pulóver választásomban. De egyébként voltak jobbak is. Tehát klasszikus németes gyógyszeresen keserű, ahogy egy néhány héttel ezelőtti adásunkban mondtuk. Nem is egy gyógyszeres keserű, hanem inkább az, hogy ott valami olyan lehet a víz, vagy nem tudom, amitől ilyen, van egy ilyen kis fémes bukéja a söröknek. Tudod, hogy ott vasércet bányáztak? No, hát akkor nem véletlen. Könnyen lehet. Egyébként szerintem ennek ellenére fogunk kedvünkre valót találni, és én remélem is. Viszont nem emlékszem, hogy azok közül, amiket kóstoltunk, mi volt jobb, mi volt rosszabb, ez talán nálam ilyen 3-4-re tehető, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen egy-egy kortyokat ízlegettem belőle, és egyedül a Wasseralfinger speciálból fogyott el nálam egy üveggel. Nem emlékszem, hogy mi. Hát az nálam is elfogyott, az volt az egyik ilyen vasas, de volt az a második a sorban. Nem tudom a nevüket, most hátulról látom, meg a mellette levő, azokat is ittuk. Tehát volt egy-kettő jobb, volt egy-kettő olyan, amire azt mondtam, hogy nem egy nagy eresztés, hát mi meglátjuk, a felét meg nem kóstoltuk még. Igen, most viszont fogjuk, én úgy érzem, hogy nem nagyon tudunk ehhez többet hozzáfűzni, úgyhogy a sörök ne is gyöngyözzenek tovább, Timinek átadjuk a terepet, töltse ki nekünk a söröket, mi pedig egy vágás után jövünk vissza, kóstolásra fel! Ki is vannak töltve a sörök, úgyhogy ne is habozzunk tovább, habozzanak inkább a sörök helyettünk. Azért egy dolgot így megemlítenék, egy észrevételt, hogy hát a színek szépségversenyét nem ez a forduló fogja nyerni. Hát ilyen sárgaság. Tehát, hogy igen, tehát hogy ez olyan nagyon vérszegény sárga színűek ezek a sörök. Talán a B az egyetlen kivétel ezek alól. Igen, tehát most az ízeket versenyeztetjük. Ja, igen. Aljali pohár, szagoljunk bele. Ez a kellemes németes sörillat. Klasszikus. Igen, nézzük ízre. Megvan a kesernyéje, megvan a savanykája. És nincs most íze számomra. Hát ez ilyen könnyedebb kesernyés igazából. Van azért egy kis teste. Kis testű állat. Igen, kb. Nem tudok róla elmondani. Kesernyés savanykája. Könnyed kell, de szerintem a többi is hasonló. Igen. Folytassuk a Bélával, sőt, vagy Bélin. Baden-Württemberg. Így igaz. Na, ennek van a legsötétebb színe az összes között, és ez is jó indulata és közepesnek mondható. Hát az illatában ez már annyira nem tükröződik. Hasonló illata van, mint az előzőnek volt. Nézzük. Nem, már kellemesebb. Ja, talán egy fokkal. Mi a véleményetek? Számomra egy értékelésre azt mondom hasonló. Nyilván kicsit más. Kellemes, mert nem annyira gyógyszeresen keserű. Talán kicsit édeskésebb, nem? Igen, édeskésebb egy fokkal. Mennyire értitek? Igen. Olyan, nem rossz, de nem extra. C. Mindig gondban vagyunk, mert a németeknél nem nagyon van C betűvel kezdődő szó. Gyanús. Gyanús. Ennek, sejtem, hogy ez melyik sör lesz. Na nézzük. Hát, illata árulkodó. Hát inkább valami frissebb görény. Hú, na, ez az egyik vasas. Igen. Hajrá, vasas. Ez tényleg vasfaktor. Igen.
Lehet Eisenstadtból jött ez is. Eisenstadt továbbra is Ausztriában. Mit is mondtál, mik vannak Baden-Württembergben? Bányák? Vasércbánya. Na ez... Állembe van vasércbánya, úgyhogy lehet, hogy ott tanít. És ugye a német nők azok nem kifejezetten szépek, ez itt lehet, hogy az történt, hogy a német lány nem ment a bányába és feljött a sör. Mert hogy nem tudom, ez nagyon fényes. Lehet a vasércbánya aljáról. Számomra nem lehet, hogy már telítődtem vassal és ezért kitudtam. Ma hozzászoktál. De mint Deutschland, ne is cirkalmazzuk. Huszoda faktor. Ez Schwimmbadbrauchból jött, igen. Azt a rohadt. Az is van ott. Na nézzük. Szabadtéri Freibad. Hát egyre jobb, mint a C. Igen, tehát hogy rosszabbat sejtetett az illata, mint az íze, de nem sokkal jobb, mint a C. Röviden tömören. Tehát ez az huszodási íz azért, ez benne van. Az illata huszodásabb volt, de így az utó ízében van egy kis klór. Igen. Szerintem egy picit túl sok a szénsav, de nem csak én éreztem így. E, mint Eisen, azaz németül a vas. Igen. Nézzük, reméljük nem lesz ez is vasas. Hát illatra lehet. Hát illatra. Sokkal jobb szerintem, mint az előző. Ja, nézzük ízre. De. Nem győzöm. De. Ez nem elég, hogy vasas, szerintem, hanem még ilyen pisisörösen vasas. Szerintem ez a legvasasabb eddig. Alig van minimális íze, ilyen tiszta vízezet, és még vasas is. Hát, akkor az elmetűt jobban kaptam. Ezt a fordulót receptre, vas hiányra fel kell írni. Mint folytassuk. Nagyon világos szín. Szerintem amúgy... Ennek intenzívebb illata van. Többihez képest azért sötétebb. Na. Ez is azért sejtett valami. Ez nem tűnik rossznak illata amúgy. Van egy tippem. Ez érdekes, ez egy nagyon más. Ez tök jó. Ez a legjobb. Eddig ez a legjobb. Nem annyira ilyen gyógyszeresen keserű a kesernyéje, tehát vállalható, ilyen minimális gyümölcsösséget is érzek benne. Ez úgy rendben van szerintem. Érdekes, mert azért van egy kis savankája is. Teljesen másik irány. Szerintem ez patent. Ez teljesen nem van. G, hát... Mint Günther. Germany. Közhely szóter kinyit. Na. Illatot semmit nem érzek. Átlagos szintű illat. Ja, nézzük ízbe. Elsőre nem volt olyan jó, második egy picit jó. Meg bejön. Még talán ez, igen, ez még a jobbik fertály. F-hez képest visszaesés, viszont a többihez képest igen, talán előrelépés. Úgy éreztem, hogy az első korthoz nem volt olyan jó, mert általában jó szokott lenni, és utána a második már jobb volt. Ez csúszik szerintem, jóféle. Ja, ja, ez adja. Ja, ez nyáron ezt el tudnám képzelni. Ilyen 30 én azt így ősszel is simán. Igen. Tehát igen, ez édeskés, stabil. Igen, van igen, stabil, mint a bástya. Az. Hát de még van 3 sörünk. Ennek kellemes illata van, én meglepően. Nem érzek sok illatot. Na. Gyümölcsös, kellemes illata, most érzek. Most többet. Legalább nem kellemetlen. Pedig én még allergiás is vagyok, és csak az egyik órjukat szerel jelenleg. Na nézzük közben. Ez is egész jó, de visszaesés. Nem. Szerintem a G és a F között van, szerintem. Nem, ez rosszabb, mint a G, mert van egy ilyen dohosutó íze most, ahogy érzem. Az eleje tök jó, tök finom, és ahogy lecsúszik, és ahogy a torkodban ott marad az az utóíz, az viszont nem kellemes. Na ilyet nem érzek. Nem tehát olyan, mint hogyha kicsit olyan megmoshat volna. Szerintem ez az allergia lesz. Nem rosszabb, hogy tehát az eleje az teljesen rendben van, a vége nem jó ennek a sor. Úgy, hogy diszkvalifikáljuk egészségügyi jogból. Induljon az I. Balzáfűrész. Hú, nagyon világos színű. Igen, és illata is ilyen friss, ilyen kellemes illata van neki. Igen, nagyon világos, az gyanúsnak tűnt, de legyen. Ez egész jó. Hát, tök jó. Van benne minimális keserje, de nem akar agyon nyomni. Érződik mellette a maláta is. Szerintem ez úgy oké. Most elmegy. Ha valamit ki kell emelni, akkor inkább a savanyka csúcsosodik ki nálam. Szerintem ő oké. Nekem az előzőhöz képest kevésbé tetszik így most. Nekem annál azért jó, szerintem. De ez valóban a lával fog majd csatározni. És ahogy Simon mondaná, ha itt lenne, a Campo. Igen, csak horog ne legyen. Az nem, Németországban nem jó kezdés. Igen. Nem bizony. Na, hát ebben valami pinyószag van, nem? Pinyó? Ha? Pinyó. Pingponglabda? Nekem ennek is kellemes illata van, nem tudom mi van veletek. Nézzük. Tehát az olyan nyő, ezt akartam mondani. Ugye? Hát, az elmegy, de nem. Még rosszabb, mint az előző. Igen. Annál mindenképp. Tehát ez a sör, ez üvölt azért, hogy úgy jellemezzem, hogy olyan nyő. Ezért sem utaznék ki. Ez olyan elmegy. Igen. Ha muszáj, akkor megiszom, talán, csak ha ingyen van. Talán vasfaktor nincsen benne, de hogy egyébként úgy annyira nem... Inkább ennek egy másik. Karakter az hiányzik belőle.
én esküszöm, hogy a 190 nem tudom hány videóból mennyi alkalommal volt olyan, hogy ilyen üres asztalt tudtunk nektek prezentálni a végeredmény hirdetés előtt. Egyetlen oka van, mégpedig az, hogy rengeteget gondolkoztunk ezen a sorrenden. De minek? És időközben az összes sört megittuk 4-ből 3-an, és inkább úgy gondoltuk, hogy akkor egy tiszta szettel fogadunk benneteket, miközben kihirdetjük. Én azért taktikai okokból megtartottam a magam söreiből néhány kortyra valót, hogyha itt valami nagyon szélsőséges sorrend kerekedne, akkor azért bele tudja inni, hogy ki mit látott ezekben a sörökben. Akkor innentől kezdve, ja, hiszünk neked legfeljebb. Innentől a folyamat lineáris. Úgy legyen. Na, hát hirdessünk egy legrosszabbat. Mondanám, hogy egyértelmű, de nem mondom, mert nem is olyan biztos. Megkérdezem Timit, hogy melyik a tizedik. Egyöntetően a Szesziget. Tényleg. Csak mert nálam is utolsó. Nálam is utolsó. Nálam is. Klint, akkor ez az más utolsó. Rettenetesen vasas ez a sör. Kicsit olyan, mintha beleborult volna egy hamutál. Igen, ebben csak a fém, meg a víz, más nem volt benne. Én nem is mondok semmit, csak ezt. Hajrámosas! Akkor ezt meg is beszéltük, már csak egy tippre vagyok kíváncsi mindenkitől. Ádám? Színél Heubacher tippeltem. Én szint ugye Heubacherre tippeltem. Én a Berg Original Hell-t írtam be. Én mondok akkor egy másik, a Stuttgarter Hofbräu Pilsner. Azt mondtátok, hogy így van, de szóval a csatos üveges. A sváb nem csatos üveges. Csatos üveges volt, amit a legvégére tettünk. Már is egy csalódás, mert én azért a csatos üveges söröktől többet szoktam várni. Ja. Na nézzük akkor. Ki lett a kilencedik? A kilencedik az a Dénes. Nálam is a Dénes különben. Nyolcadik. Nálam a hetedik. Nálam is nyolcadik. A D-nálam azért lett nyolcadik, mert volt ennek egy ilyen nagyon kiemelkedő úszodás poshat íze, és igazából alapesetben az utolsó helyre is várományos lett volna, de volt mögötte ez a két hamutál ízűsör, és hát még ezeknél is jobbnak találtam. Hát igen, akár az úszodát én is éreztem benne, még azt írtam, az egy perzsültabb lett. Az úszodát én is éreztem benne, de hogy igazából amikor már a finom hangulást csináltam, akkor azért volt három olyan sör, ami sokkal jellegtelenebb, vízezettebb, kellemetlenebb utóízű volt, mint a D. Szóval nem volt azért annyira borzalmas, de való igaz, hogy inkább a vége volt ez a sör is, úgyhogy nagyjából ennyi. Klimi, milyennek találtad? Én a C-hez hasonlítottam már legelején, és nem is tértem el ettől, tehát maradt a 9. Jó, az én tippem szerint a D az a Wulle Biere Vollbier Helle. Hát nekem a Schwammenbrauerra ment, ami szintén hátra tippeltem, de nem ennyire, tehát az már kiment, úgyhogy nekem ebből biztos, hogy nem lesz csontom. Klimi? D. Gold Oxen Original. Az egy úrmisor, én viszont egy Stuttgart-i tippeltem, Stuttgart-el. Akkor mindannyian mást mondtunk, és ennek fejében a D. Többre reméltem. Nézzük, hogy őket kijelölte meg, azaz a 8. helyen befutó betűjelet keressük. Emil. Amikor már vártam. A 9. Mert nálam is a 9. Nálam is a 9. Akkor az hogy jött ki? Nálam a 4. Akkor ezért. Akkor ezért? Húha! Az érdekes. Hát én azt írtam fel, hogy elfogadható, bár Németországban azért nem innen. Ebbe is beleborult egy hamutál, és eleinte azt írtam fel, hogy még vasasabb. Így a C után kóstolva, de hát aztán végül a C végzett rosszabb helyen. Ez olyan volt, mint hogyha egy rozsdás lakatot próbálnék nyelvvel így elszopogatni, vagy a kulcsukába a nyelvemet bedugni. Nagyon vasas volt, nem volt jó, és még könnyed is volt emellett, tehát nem elég, hogy vasas, de hogy még ilyen vizezett is volt emellé, úgyhogy nem volt jó sok. A vizes vas. Én azt írtam fel, hogy ez ilyen szuper vasas, és talán úgy jelentem, hogy ez a bányász sör. Az. Tehát ez tipikusan lesz, hogy lemegy a nő a bányába, és feljön a sör. Igen, ez volt az. Jó. Hát jó, én egy Pils típusú sört tippeltem, mégpedig a Wasserhalfinger Pilszt. Én is Wasserhalfingerre tippeltem, de a speciált. Én pedig a Nathheimert. Én a Nathheimer speciálra tippeltem. Na akkor kettő egyező tippünk van, az erre. Hát csak nincs. A Wulle Biere. Mi ez? A Wulle Biere. A Red Hot Chili Peppers emblémájú. Lássuk akkor a 7. helyezett betűjelét, melyik lett ő? A János. Nagyon helyes. Nálam is. Nálam is pont a János. Nálam ő 8. Pont ugyanezt, tehát hogy akkor 3-an odaraktuk, és akkor igen, egy hát és nálam meg egy átrébb, ennyi igazából. Így gyakorlatilag a betűjel az a jellegtelen jelzőnek az első betűje. Én más nem írtam fel rá. Semmilyen karaktere, semmilyen íze nincsen ennek a sörnek. Egyre jobban csúszott, mint a mögötte végzett rossz sörök. Igen, a Jénint Jánosra azt írtam fel én is, hogy karakter nélkül, de szerintem ez még az első ízlelés után adódott, meg azt, hogy nem érdekes, és hogy szarutó íze volt. Hát az én lapomra csak annyi van fölírva, hogy nyő, úgyhogy
úgyhogy sok mit erről nem tudok mondani. Több íze volt, mint nálam a mögötte végzett két sörnek, tehát az E-nek meg a C-nek. Tehát ennek már volt minimális karaktere, viszont kellemetlen utóíze volt. És volt egy ilyen, nem tudom, ilyen dohos posat utóíze, nem tetszett. Ennek úgy, volt a legrosszabb. Klimi, hogy láttad? Azt jegyeztem fel, hogy nem innám, pont. Erre még a cica is vele. Nem is vásárolnám, és nem is utaznék ki emiatt Németországban. Van, amikor az a három pont is kellőképpen beszédes. Az én tippem szerint a Berg originál Hell, de hát az már nem lehet. A Wulle-Bier Hell. Az én tippem még benn van, Nathalie speciál. Még lehetséges, de az enyém már nem, mert hogy az én tippem az a Schwabenbräu volt. Hú, csupa rossz tipp. Hát igen. És a Wasseralfinger Pils. Visszatállul azt, mert két Wasseralfinger. Wasseralfinger Pils, és akkor a hatodik helyjel fogunk tovább menni, amelyhez keresünk egy betűt, melyik lett volna. Ilona. Nagyon helyes, mert nálam ő hatodik lett. Ádám. Nálam az ötödik. Ilona a nyolcadik. Akkor lehet, hogy ezt nekem kell magyaráznom, mert nálam a negyedik. Akkor ezt ti judózzátok le, mert nálatok van a két szélsőséges. Jó, hát nálam az I volt az a sör, ami egy ilyen édes bűnbeesés kategóriát merített ki ebben a mezőnyben. Savanykás, elfogadható, furcsa, de iható. Ezt az édes bűnbeesés, ezt úgy kell érteni, hogy tudom a lelkem mélyen, hogy nem kéne ennyire magasra tennem, de valamiért mégis oda tettem. A bűnbeesés még oké, de hogy édes, hát az a legkeserűbb volt az összes között, basszus. Nem, savanykás. Nekem az volt, eredetileg azt hittem föl, hogy könnyed, de kellemes, jól csúszik, ez második kóstolásra ilyen brutál keserű előjött, viszont emellett nem volt karakter a sörnek, hogy nem éreztem semmi más karaktert a kesernyén kívül, úgyhogy én nem tudtam megmenteni az ősegét, hatodik hely. Én a savanyú cukor jellemzőt írtam rá, meg azt, hogy ez már kellemes, tehát hogy ezt már átmerőzöm a határon, hogy már úgy elmegy nálam. Így lett nálam középmezői közepe ötödik. Én azt jegyeztem fel, hogy Magyarországon egy dobozos sörnek elmenne. Egy kőbambinak. Egy ilyen, akár egy kőbambinak. Mi az, amit tippeltél az íre, Klimi? Íre? Még nem ment ki szerintem. A Haubacher Alfbens Pilsner. Alfbens. Most már végig mondtad, nekem nem kell, ugyanerre tippeltem. Na. Aha. Hát az én tippem most ment ki, Wasser Alfinger Pils. Én a Goldoxenre tippeltem, Ulmból. És akkor az így? Reménykedtem benne, én is. És akkor az első öt, lássuk a jobbakat, kivégzett az ötödik helyen. A Ladár. Mint ahogy nálam is. Nálam ő negyedik. Nálam a harmadik. A Ladár, nálam ötödik, vagy hatodik volt. Na, a Ladárról azt írtam fel, hogy keserni és savanykás, viszont egy nagyon jól csúszós sör, viszont az előtte lévőket jobbnak ítéltem, tehát hogy egyébként ezzel már semmi baj nincsen. Ja, nincsen kell volt a néze. Rendben, és azt írtam fel, hogy keserni és nem annyira erőteljes, de jó. Tehát inkább egy keserni és karakterű sör volt, de abszolút rendben volt. A keserni és az nálam is tímmel, könnyed, kellemes, nálam így jutott a dobogóra, számomra a harmadik helyre. Azt jelentem, hogy elmegy, de az én Németországban nem. Jobban. Valószínűleg találnánk jobb söröket. Az én tippem szerint a Nathalie speciál. Hát, amit én tippeltem, az már kiment. És melyik volt az? Hát ez a Schwabenbräu das Hell. Oliver? Stuttgarter Hofbräu. Az én tippem pedig a Wasseralfinger speciál volt. Az viszont még benn van. Speciális, hallottam is, és csontot! Ez az! Wasseralfinger speciál. Te azért ebből ipari mennyiségből termelsz. Ebből nekem van. Igen. Ez azért már nem volt vízízű, de valakinek meg kellett előzni őt is, melyik a negyedik. Béla! Béla? Mint Béla, ami nálam viszont egy ezüstérmet ért. Hát nálam ötödik. Béla, nálam csak a hatodik. Klimi? Bélát második helyre raktam. Na, ketté szakadt a mezőny. Köszönöm, nem vagyok. Én meg Ádámmal pendülök egy húron, ti meg ketten. Jó, hát másik részemről az édeskés egyszerű jelzők szerepelnek itt a lapon. Szerintem teljesen korrekt. A mezőnyt minősíti, hogy egy egyszerű sör fel tudott jutni a második helyre. Igen, egyszerűnek egyszerű, de pont az élet nálam ötödik például, hogy, hogy olyan nem tudott teljesen olyan spéci karaktert, meg olyan kicsit olyan könnyed volt. Aha, nálam kicsi lejjebb csúszott a második kör után. Kellemes, de semleges, nem keserű, nem extra, semmi különleges. Tehát, hogy így lett nálam itt középmező. Azt hittem, hogy innám ezt is, rendben van, és talán azért már Németországba is kiutaznék. Két ezüst érem, mégsem jutott fel összesítettben a dobogóra, és akkor tippek szerint, hát a Gold Oxen originál, ami elvileg még játszik. Hát, ez már kiesett. És pedig? Ez a Rothaus Pins Tannenzapfel. Jó, ez a Wulle volt az én tippem, ami már kín van, úgyhogy nem lesz belőle csontom. Szint úgy, Wulle tippeltem. Tehát akkor már csak nekem lehet tippem helyett csontom. A csontom.
Hát, ezt most nem mondom ki, de valami. Ez a Nathalimer Pils. Ezt innen látom. És el is érkeztünk a dobogóhoz, melyik a harmadik helyezett a bronzérmes. A Hugo. Mint ahogy nálam is. Nálam ő második, ez is. Nálam meg negyedik. Hugót, Hedvigén ötödik helyre. Ó, hát akkor majdhogy nem egy bolyban. Én azt jegyeztem fel, hogy citrommal tudnám elképzelni. Anélkül nem. Nem? Uh-huh. Hát én nálam egy ilyen kellemes, erős, így fogalmaztam. A három jelzőből, amit felírtam, most kettőt előttél, mert én azt írtam fel, hogy kellemes, erős, közepes. Gyerekeknek a első okostása az volt a verdiktem, hogy tök jó az eleje, de a végén van valami kellemetlen utóíz. Akárhogy is a finom hangulásnál, ahogy iszogattam bele, egyre jobb volt, és végül a második helyre följött, mert hogy kicsivel könnyedebb, mint mondjuk amik mögötte végeztek nálam, de hogy tök jó csúszott ez a sör, és tökre rendben volt. Ezt nagyon szívesen ittam volna még. Az én tippem az már ment is a levesbe, mert én a Bergre tippeltem. Én a Wasseralfinger speciálra. Én is a Wasseralfinger speciálra. Szintúj Wasseralfinger, de Pilsre tippeltem. Ezt meg tudom. Ő pedig a Valószínűleg az Ulmos. Pedig abból csontot reméltem. Jó, és akkor kettő darab helyezésünk van még, egy ezüstérmet osztunk ki, de kinek? Nincs ezüstérem. Ne! Na mit mondtam, hogy az első helyen lesz a mondatása? Hát akkor az eldöntetlen. Kieséses alapon kik ők? A Ferenc és a Gábor. Na, hát az F, ott nekem kell magyarázkodnom, hogy ugyan miért hatodik. Ugyanis savanykás, de egyben van, és másodjára viszont túl sok. Tehát a srácok végig furcsán néztek rám, ami a tenyire hátulra raktam, de nem tudtam megmenteni, mert nekem annyira nem ízlett. Én vállalom azt a vélet. Vágod, hogy mindháromnál torony magasan megnyerte ez a sör. Zseniális az a sör, basszus, hát ilyen ízeket, nagyon finom volt. Ebben annyi íz volt, hogy úristen, tökéletes. Jó, hát ettől szép ez a műsor, ugye nem kötelező egyetérteni. Sötétebb volt színre, ezt is leírtam, mert kimagaslott ebből is a többi közül, savanykás, és a legfontosabb az, hogy finom. Tényleg kimagaslottam ezért, mert ez bármikor innen, akármilyen mennyiségben. Azt írtam, hogy minőségi jellegű, és valószínűleg csatos. És ezért már kimennél Németországba? Ezért kimennék. Na, na végre valami. Ezért még ide is hoznád Németországba. Ezt én is egész nap el tudnám képzelni. Hát egész nap innád? Részemre egy rossz tipp a Roadhouse Pilsre. Hát én is arra tippeltem. Szint úgy. Ebben reménykedtem a legjobban. Stuttgart Erhobbau Pilsnert tippeltem. Szerintem az még nagyon szép zöld háttéres. És az a Hoibacher. Az, amit utolsó tippeltem. Ebben nem reménykedtem. És a volt verseny második helyezettje a G betű. Na hát nálam ő nyerte meg. Ez harmadik. Nálam második. G, nálam harmadik. Oké. Okay. Tehát oké, okay, mindenkinek dobogó volt, de... Hát az élmezőimben ott van a helye, abszolút. Jó egyensúlya van, édeskés, nagyon könnyen fogyasztható sör, ízletes. Azt írtam be, jóféle, és adja. Én azt írtam föl, hogy egész jó, de a végén jön egy ilyen kellemetlen, nem tudom, ilyen savanyú utóíz, ami miatt nem tudtam egyszerűen följet tenni, de a top 3-at megértem, mert tényleg van íze, meg van karaktere. Édeskés, kellemes, stabil, ez a stabil. A bástya. Marha vicces, de a tippem az egy olyan sörnek szól, ami utolsó lett ebben a mezőnyben, Schwabenbräuders Helle. Én tippem a Mackiment. Azt a Raffingen Pilz, az Mackiment. Jó, hát nekem volt itt a Gold Oxen-et, de rosszul. Nekem meg a Berg originálra. Hát de itt tudom, mert ez az utolsó, hogy itt kimentek. Ezt akkor mindannyian elrontottuk. Kizárásos alapon. A Stuttgart cser. Stuttgart. Na erre nem számítottam, hogy egy Stuttgart nyeri. Na, hát nagyon rég volt ilyen, de nulla csonttal zártam ezt a fordulót. Én is nullával zártam egyébként, tehát... Ez nem a mi asztalom. Egyel, viszont a kedvencemmel. Az, amiből a Finger speciál. Egy rekesszel hozott Balatonra, és minden nap vagy ötöt megívott belőle. A Wasseralfinger, tehát az nekem a szívügyem, mert hogy én ott lakom, úgyhogy muszáj. Én nullával zártam. Nullával. De végig fel azt hittem, hogy lesz egy csontom. Konkrétan! Nem. Négyünknél volt egyetlen egy csont összesen. Oké, tehát akkor pontosan annyira erős vagy ebben, mint mi. Maradjunk ennyiben. Na, hát érdekes kör volt, maradjunk annyiban, és remélhetőleg nektek is tartogatott annyi izgalmat, mint számunkra, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. Már csak a köszönet nyilvánításos blokkon hátra, Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a söröket biztosítottad nekünk, és betekintést nyerhettünk a baden-württembergi ízekbe. Timi, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Szívesen. Timi, nem kevésbé köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Remélhetőleg jól érezted magad, és a kedves nézőkhöz is hasonló költői kérdést intézünk, hogy remélhetőleg jól szórakoztak ebben a mögöttünk álló. Most már látjátok, hogy hány percben, mielőtt még meg lenne vágva a videó, meg nem mondom, hogy milyen hosszú. Na de remélhetőleg legközelebb is velünk tartotok, várunk benneteket a komment szekcióban, Telegramon, a kocsmában, illetve a következő adások valamelyikében. Sziszentsetek egy jó sört, váljon egészségetekre! Szevasztok! Sziasztok! Legközelebb, sziasztok! Csacsak!